kicsi gyermekek életében nagyon fontos a napirend. A napirend ugyanis hasonlóan egy kerethez határokat ad, és egyben biztonságot a gyermeknek. Egy vázat a napnak, rendszert az életnek, ami által kiszámítható minden, és a gyermek számára is könnyebb az átláthatóság, amihez igazodik, ami a kiindulást adja mindennek. Segíti többek között a viselkedést, a közösségi életet, az idői rendszer kialakulását, az önállóság felépülését, később pedig könnyebb a célok elérése is. Amikor napirendről beszélünk, nem arra gondolunk, hogy az újszülöttel és a kiscsecsemővel szigorú keretekhez kötve foglalkozunk, hiszen nekik még szükséges az igény szerinti táplálás, szorosabb fizikai kontaktus. Azonban neked kialakul egyfajta rendszer, a gyermek már csak napi 1-2 alvást igényel. Fel lehet építeni és a mindennapok nagy részében tartani egy mindenki számára komfortos, közös menetrendet. Nem szigorú és nagyon merev szabály és idői rendszerre kell gondolni, de legyen egy olyan ritmus, melynek vannak a napon belül fix pontjai. Ezek az étkezések, az alvás, valamint az egyéni és közös időtöltés is.